magyar fia! Lássátok meg rombolását! Lássátok meg rombolását! Magyar hazánk pusztulását! Magyar hazánk pusztulását! Szép meghalni a hazáért! A nemzeti. Méltus tenni a nemzeti. Most is halnak és születnek. Most is halnak és születnek. Nem lesz vége a nemzetnek. Nem lesz vége a nemzetnek. Minden dél húrok, négy húr van, az jobb kézzel üti, balra csípi. Azt mondják, úgy kell kezelni ezt, mint az asszony. És még hozzáadom, hogy Gyimesbe, a Gyimes falakba úgy szokott lenni, hogy a férfi játsza a reggelit és az asszony játsza a gardont, így a pénz a családban marad. A családban marad, de nem fog megházasodni, nem kell. Játszunk is nagyon szép régi ősi gyimesi notákat. Mindenki már édesanyám.
De én arra nem hajlottam, titkon szerető tartottam. Diófából van a, diófából van az édesanyám ajtója. Lassan gyere, babám, lassan gyere, babám, lassan gyere, barom. Kire is? A kupak bekezdődik. Ide is? Hát mindjárt bemutatom. Az igazság, hogy érdekes hangszer, mert van benne egy hangszerben ütem, harmónia és dallam. Mindjárt megmutatom, hogy hogy van ez. Gyerekeknek ma annyi élményük van. Azt mondja, a harmónia így szól. Ennyi a harmónia, ugye? Van több, mint egy skót dudok. Az ütem úgy, hogy a csuklom a csegény mozdulatot. Persze ez tekerem és ez dörzsöli a húrókat. Igen? És itt lenyomom a húrókat, akkor csinál dallamot. Majd később, jó? Most az érdekes ebben, hogy egy zenekar van igazán ebben, és egész lagzikat játszott ez a egy hangszer, háromnapos lagzikat. Nem csoda, hogy Délaföldön kevés ember lakik, rohannak el ettől a hangszertől. Nem lesz itt 3 napig, csak másfél napig játszott. Hallunk délaföldi muzsikát, és délaföldi táncokat fogunk látni. Thank you.